Django, Django Vana, Habariganim Zurisana, Vageni, Vakarimishma, Kenya Yetu. Az Alma zenekar, ha nem is hazajár Nyíregyházára, de nagyon gyakran megfordultak a városban. Milyen érzés ide visszajárni? Egyrészt nagyon jó érzés, mert valóban sokat járunk ide hozzátok. Vannak már itt barátaink. Nyíregyházán azért évente egyszer-kétszer tartunk egy-egy nagy bulit, úgyhogy jó érzés ide visszajönni. Megújult dalok és megújult zenekar, legalábbis így hangzott a címben. Mi indokolta ezt? Az indokolta, hogy én az Alexel nagyon régóta nem játszottam, és meghallottam, hogy neki vannak szabad kapacitás, és azt mondtam, hogy én most akkor mindenkitől megválok, és csak vele akarok játszani, meg azon. Nem, hülyeskedek. Hát ugye megtörtént ez a váltás, zenekari váltás, ennek nyilván emberi okai voltak, amelyekről nyilván nem szeretnénk beszélni, mert nem tartozik senkire egy válás, egy belső dolog, de megtörtént, így történt, és az Alexő nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt, több éven keresztül az Alma Együttesnek már jeles tagjaként közszerepelt. Ott voltál a Mit tegyen a babánál, ott voltál több lemezünkben, a Balaton klip forgatáson, a Mennyisejmes puhaságban, tehát őt már a gyerekek és a szüleik ismerhetik, és hát egy csodálatos virtuóz basszusgitárjátékos, akivel öröm és egy nagy mókamester öröm együtt dolgozni, úgyhogy nagyon örülök az ő visszatérésének, bevallom. Úgyhogy, és hát remek hangja van, mert hát ugye hivatásos énekes, úgyhogy nagyon ráerősítettünk a vokális részre is, hát meg a hangszeres játék, majd meghalljátok, zúzás van. Na gyerünk, tánc! Milyen érzés volt visszatérni a zenekarba? Én nagyon örültem neki, mert annak idején is nagyon szerettem ezt csinálni. Egyrészt abszolút szabad kezet kapok zeneileg, ami nagyon szimpatikus, mert kiélhetem magam. A másik meg a gyermeki énem. Itt nem kell háttérbe szorítani. Otthon rá tudom fogni a saját gyerekeimre, hogy azért viselkedem úgy. Itt meg rá tudom fogni a műsorra, úgyhogy nekem ez így nagyon kényelmes. Viccet félretéve nagyon örülök neki. Tökre egy húron pendülünk, én azt gondolom, úgyhogy kiegészítjük egymást, és a zenekar harmadik tagja, Ránki Andris, a billentyűsünk, pedig olyan hátteret biztosít nekünk, hogy nyugodtan foglalkozhatunk a közönséggel, mert egy biztos és minőségi alap szól alattunk. Igen, Andrisról még nem szóltunk, hogy egy tudós ember egyébként. Ő mondjuk nem volt az Alma Együttesnek a tagja, úgyhogy ő egy új szerzemény, a Magyar Tudományos Akadémia zene művészeti tanszékének, akármicsodájának, mindegy tudós bácsi, az a lényeg, tényleg, tehát nagyon sok ilyen tudományos munkával bírt és rendelkezett és abban dolgozott, de elcsábult, egyszerűen eljött a Magyar Tudományos Akadémiától a kérésünkre, és csatlakozott az Alma Együtteshez, úgyhogy ez egy nagy szerencse nekünk, így ahogy az Alex mondta, egy nagyon biztos pont, stabil ember, normál, jó humorral, aranyos srác, tehát majd meglátjátok, egy nagyon kellemes személyiség és egy nagyon mókás figura. Úgyhogy most azt gondolom, hogy mi így hárman az Alma Együttessel igazán egy húron pendülünk, ha lehet ilyet mondani. A régebbi felállásban ott én elől bóckodtam, a többiek inkább ilyen háttér megoldásnak voltak ott, hát, vagy hát kísértek, inkább így fogalmaznék. Itt pedig ugye eleve ketten vagyunk frontemberek elől, és hát azt gondolom, hogy mind a hárman nagyon fontos szerepet kapunk az egész műsorban, de hát ez nyilván a publikum dönts el, most mi mondhatunk akármit, hogy mit gondolunk a dologról, úgyis az dönti el egy zenekarnak a sorsát, ugye a nézők, a hallgatóság mennyire vevő rá, a gyerekek mennyire szeretik, úgyhogy nagyon bízunk benne. Az új dalunk az ugye a Kackac Kukac, ami megjelent egy jó pár napja,
és ez egyébként eléggé jól szerintem mutatja az új zenei hangzást, azt, hogy egy kicsit keményedett a zene, kicsit zúzósabb lett, de közben nagyon vidám, nagyon, nagyon kifinomult, tehát zeneileg ez mindenféleképpen, aki érti a zenét, és zeneértő füllel is nézi a hangszerelést, azt hallhatja, hogy itt komoly zenei munka folyik, a szónak a nagybetűs értelmében, tehát odafigyelünk mindenre, minden egyes hangra, és hát reméljük, hogy egy jó szolgálati, azt a jó szolgálati irányt, amit annak idején a Nyíregyházi Dan Egyesülettel elkezdtünk, ugye egy Dan-szindrómás gyerekekkel dolgoztunk, most ugye a leukémiás daganatos beteg gyerekeknek ajánlottuk ezt a dalt, illetve készítettük nekik. Ez egy dalfüzér, tulajdonképpen egy lemez anyag, amely a Bicebóca címet kapja, ez ugye folyamatban van, ez egy munkacím, de hát szerintem a végső cím is lesz a lemeznek, és ebben foglalkozunk majd látássérültekkel, vakok látássérültekkel, haláskárosultakkal, mozgáskorlátozott, kerekesszékes gyerekekkel, emberekkel, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez a kackac-kukac is méltó helyre kerülne, és erőt merítenének belőle azok a gyerekek, azok a családok, akik érintettek. Almát rákan hajtanád, a fogam voltam mániám, hajnalom az almán valahová. Na ki az, aki énekel, gyerünk! Almát rákan hajtanád, alma voltak mániám, hajnalom az almán valahová. Gyerekek, föl egy hanggal! Almát rákan hajtanád, alma voltam mániám, hajnalom az almán. Pont most mondták ki egy új szót, hogy családok. A koncertjeiteken ugye nem csak gyerekek vannak, nyilván a szülők hozzák el őket. Én azt látom sokszor, hogy anyuka-apuka nagyjából pont ugyanannyira élvezi a koncertet, mint a gyerek. Jól látom? Ez egy nagyon fontos dolog, elvégre a szülők hozzák a gyerekeket, tehát mindenképpen valamilyen százalékban ki kell elégítenünk őket is. Ezért próbáljuk kihegyezni magunkat arra, hogy nekik is szóljon legalább egy-két poén. Illetve a zene, én személy szerint azért örülök, hogy ilyen irányt vett, mert bátran állíthatom, hogy bárhol felvállalható büszkén az, ami most szól, és ezt viszont mint felnőtt mondom, nem mint egy gyerekzenekar tagja, hanem mint egy olyan ember, aki, hogyha lent a közönség soraiban lenne, akkor élvezettel hallgatna. Igen, hát és a felnőttek szórakoztatására még annyit, hogy udvariatlanság volna, és ez az elejétől kezdve, tehát 22 éve, amióta van Alma együttes, akkor is már tulajdonképpen ugyanígy indítottam, ugyanezt a feelinget képviseltem a felnőtt klubkoncertjeinken is, tehát amikor még nem volt gyerekprodukció az Alma együttes, ugyanilyen kiszólások, beszélgetések, közvetlen hang nem volt jellemző rám és ránk az Alma együttesre. Én azt hiszem, hogy ezért a közönség hálás. Szóval ez egy jó dolog, mert ez csak úgy működik, hogyha ez mindenféle görstől és leöntött szósztól, és nem tudom én, mindenféle ilyen negédes megjátszott, nem tudom én mitől mentes. Tehát ha magunkat tudjuk adni, és azért jó, hogy például az Alex is, meg az Andris, ugye mondják az új formációnak a tagjai, mert ők is olyanok, mint én. Tehát, hogy mernek is beszélni, elég exhibicionisták is ahhoz, hogy a színpadon szerepeljenek, szeressenek megszólalni, és szeressenek kommunikálni a közönséggel, és megfelelően bolondok is, ami ebben a műfajban nagyon fontos, és szeretnek zenélni, ami meg tulajdonképpen az alapja annak, hogy az ember zenésznek készül, vagy indul, vagy a pályára kerül. Mindenki, 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 ott fönt is mindenki, közi, operatőr mindenki. Ja. Még ő is, de neki fogni kell a kamerát. Igen, neki, várjatok, mindjárt jó. Na, ezt vágjátok be. Na. Vagy ki? Igen, igen. Mutatom a sárgát, tehát mindenki fölemeli az öklét, köszön, fönt. Köszönjük. Kinyújtod a hüvelykujjat.
Ahogy mutatod az egyet, a lájkot, nyomod a csengőt, új lenyomatot adsz, ilyesmi. Kis ujjadat is nyújtsd ki, ha van. Ha nincs, kér kölcsön. Ott a provident. Azért az elsődleges célcsoport az mégis a gyerekek világa. Alex, neked egy nagyon jellegzetes karaktered van, nem szoktak tőled megijedni a gyerekek, vagy mit szólnak, amikor egy ilyen fizimiskájú ember odaáll és zenél nekik? Amikor személyesen találkozunk, addigra már enyhülnek az előítéletek. Talán a fotóról, tehát így első benyomás az kicsit olyan kettős érzést vált ki bizonyos emberekből. Nem tagadott tény, hogy én vagyok a rossz fiú a zenekarban, de jó értelembe véve, úgyhogy így megoszlanak olyan szempontból a feladatok is, hogy én bevállalhatom a pikánsabbakat, mert hogy ez a szerep lett rám húzva, gondolom részben a kinézetem alapján is, de addigra, amire a színpadra kerülünk, ez olyan irányt vesz, vagy enyhül annyira, hogy nem ijednek meg tőlem, inkább csak nevetnek. Hölgyeim és uraim, jöjjenek a szuperburák! Kezed föl, aki megtanulta a színeket, kezed föl, aki elmutatja a szín, mutogatja a színeket, jeleli velünk. Köszönjük szépen, operatőr bácsi, ne essél le. Mehetünk? Kétségbe sem. Igen. Na akkor gyerünk, szuper kukák, hagyd lássam, fönt is látni szeretnék a kakasülőn. Mehet. Ez az. Hoppá, megvan a tempója. Rád várnak a szuper kukák. Na gyerünk! Még csak annyit még az Alex oldalához így hozzá. Persze, mivel ugye ő kívülállóként nem látja magát, de igazából ez az egész kinézet, meg előítélet, ez hál' Istennek a gyerekekre nem jellemző. Tehát a gyerekek cukik, a gyerekek meglátják az Alexet, érdeklődnek, nyilván van egy érdekes, furcsa kinézete az Alexnek, van egy stílusa, ahogy öltözködik, van egy alkata, de a gyerekek egyáltalán nem megijedősek, nem félősek, és az én személyes tapasztalatom az, hogy ez inkább kíváncsiság, tehát ez nem félelem, hanem inkább az, hogy na milyen a bács, ki ő. És amikor megtapasztalják ugye az első mondatokat, az első találkozásnak a közvetlenségét, akkor már gyakorlatilag az első mondat után nevetnek jól, és látják, hogy igen, akkor egy barát, és abszolút barátként és játszótársként kezelnek minket, őt is, és minket is. Akkor a vitamindal. Tegye fel a kezét, aki tolt ma már egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Ki az, akinek ma kimaradt a vitamin? Nem baj, akkor jön a sport, jó? Táncolunk, folytatjuk. Hullafáradt gyerekeket akarok a végén látni. Mehetünk? Akkor gyerünk. Tánc! Egy! Hopp! Hopp! Csivila! Jó, jó! Hopp! Hopp! De csak lazán, nehogy sérvet kap. Ez az. Gyümölcsben ott van a vitamin, zöldségben ott van a vitamin. Gyümölcsben ott van a vitamin, gyümölcsökben, zöldségekben ott van a vitamin. Gyümölcsben ott van a vitamin, zöldségben ott van a vitamin. Gyümölcsben ott van a vitamin, gyümölcsökben, zöldségekben ott van a vitamin. Elmesélj!
mesélem komám a vitaminokat, jó? Csuk be a szádat, nyisd meg az agyad. A keselyű keserű, szomorkodik valami. Sass meg elmúj, de hiába na. Vitamin B, vitamin van a babában, a vitamin az anyában. B, vitamin van a pusziban, a karotin meg ott lesz a nyusziban. Aha, cumiban a cén, csokiban a csén, tortában meg ezek szerint ott a tén. Hát nem tudom, hogy csém, ez megfogod, hogy az ABC ilyen gyorsan elfogyom. De hogy Q vitamin van a kukában, K vitamin a kajában, E vitamin az ebédben, a bepuszidott kigömbölyödsz egészen. Jó, M vitamin van a moziban, O vitamin az oviban, G vitamin van a gagyiban, R vitamin van a nagyiban. Nem, tyúkban ott a gyé, sebedben a zsé, ha büdi vagy komár, akkor fűrődjé, és a megjepetésnek itt a jé, pontra pedig ott